Mint azt már megszokhatták, hétfőként van a Mokka állatvédelmi rovata, ez most sincs másként. E heti történetük Buciról szól, akivel még egészen kiskorában rendkívül kegyetlenül elbántak. Mint nagyon sok hozzá hasonló kutya, ő is Tornocki Anitához került, majd egy végleges örökbefogadóhoz. Buci története nagyon rosszul indult, de szerencsére happy enddel végződött. Most megmutatjuk a róla készült riportot, utána pedig itt lesz velünk a stúdióban a kutyus, és az a hölgy, akinél végül biztonságos és szerető otthonra lelt. Vendéget várnak Tornocki Anita kutyái. Egy régi, borzasztó helyzetből kimenekített társuk jön hozzájuk. Amint Bucika megérkezik, elkezdődik a játék. Ő Buci. Kinézete, viselkedése egyáltalán nem utal arra, hogy nagyon durva dolgokon ment keresztül. Ha csak azt nem nézzük, hogy a jobb szeme hiányzik. Ez kiskori gazdájának köszönhető. A megrázó történetet eleinte Anita is nehezen dolgozta fel. Ritka az, amikor elsírja magát az ember, amikor folyamatosan minden nap lát ilyet, de ő az volt, tehát olyan nagyjából 2 hónapos lehetett, és a koponyájának az a fele, ahol most hiányzik a szeme, az teljesen be volt törve, és gyakorlatilag csorgott egy ilyen véres, gennyes valami a szeme, a szemgödréből, még a szeme meg volt nyilván, de hát menthetetlen volt. Bucika körülbelül 2 hónapos volt, amikor az akkori gazdája a szószoros értelmében szétrúgta a fejét. A kutyus koponyájának jobb oldalán alig maradt épp csont, így akadtak rá Anitáék. Azonnal orvoshoz vitték a kiskutyát, mivel a szeme, a félfeje begyulladt, egy ideig nem is lehetett megműteni, csak tisztogatták a sérüléseit. A kiskutya rendkívüli fájdalmakat élt át, mindezt egyetlen, kegyetlen, kíméletlen rúgás miatt. Nem feltétlenül az volt nyilván a cél, hogy a kiskutyának a koponyáját összetörje, de amikor már így sikerült, akkor sem nyújtott segítséget, tehát azt gondolom, hogy ez még sokkal súlyosabb, hogy ha már elkövetett valaki ilyet, akkor is hagyja szenvedni az állatot, és semmilyen segítséget nem nyújt neki. Bucikát végül megműtötték, a sérült szemét viszont nem sikerült megmenteni. Így fél szemmel éli most már boldog és kiegyensúlyozott életét. Innen először egy ideiglenes befogadóhoz került, majd nem sokkal később a végleges gazdájához. Buci most vendégségbe jött hozzám, nagyon normálisan viselkedik a többi kutyával, de az egyértelmű, hogy nagyon nehezen válik le a gazdájáról, tehát nekik nagyon-nagyon szoros a kapcsolatuk. Emlékszik rám, tehát kedves velem, de egyértelműen minden pillanatban a gazdája tekintetét és jelenlétét keresi, ami így is van rendjén. Buci története tehát jól végződött, olyan gazdát talált magának, aki mindennél fontosabb a számára, és aki mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb élete legyen. Vendégünk Mekkel Tímea és kutyusa Buci. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánom! Kicsit mesélj nekünk arról, hogy milyen állapotban volt, amikor ő vele találkoztál először. Hát hála Isten, akkor már egész jó állapotban volt, kivették már a szemét, gyógyuló állapotban volt, amikor én először találkoztam vele. Igazából már az összeforrás állapotában, tehát én nem láttam csak képekről ezeket a dolgokat, meg ugye most visszanéztük. Talán jobb is. Igen, biztos, hogy megszakadt volna a szívem. Szerelem volt első látásra? Hát úgy egy másodperc után igen. Nagyjából igen. Honnan tudtad, hogy ő az, aki neked kell és akinek te kell ez? Hát nézegettem az interneten, ott végignéztem a történetét, ugye nyilván nagyon sajnáltam, hogy azért ilyen kiskutya és mégis ilyen dolgok történtek vele. Nem nagyon akartam harmadik kutyát, akkor nekem már volt 2, de hát... Jó. Igen, a Jimmy-t nem szeretik sokan. És... Hát, sok álmatlan éjszaka, vívódás, aztán mégiscsak meg kellett nézni, nem bírtam ki, és akkor utána meg már el is tölt abban másodpercben, hogy így mi szeretnénk. Lelkileg helyre lehet jönni egy ilyen trauma után? Első perctől kezdve neki semmi problémája nem volt ezzel. Mindig mosolygott, mindig farokcsóvával jött. Igen, tényleg olyan a pofája, tehát hogy egyfolytában vigyorog. Olyan, mint a vigyorognak folyamatosan, tényleg. Ezt 24 órában. Kivéve, amikor alszik, de akkor az más. Egyébként mindig ugyanígy vigyorog. És nem korlátozza őt? Tehát, az elején, a mozgásban, mikor hozzám került, akkor játékban. Amikor igen. Hirtelen fordult, és pont volt ott valami akadály, azt meg kellett szokni. Ugye neki akkor történtek ezek a műtétek, nagyon friss volt. Igen. De megszokta. Belenőtt, most versenyzünk.
úgyhogy nem, semmiben nem akadályozza. Ő már így megszokta ezt. Ez a tisztoritok vagy bucisztoria, ez most az eddigihez képest egy picit más, mert ugye eddig éheztettek kutyát, ott hagyták, cserben hagyták, hát de hogy itt egy olyan emberi brutalitásról van szó, nyilván, és nagyon sok ilyen van sajnos, hogy ez hátborzongató egyszerűen, tehát hogy valaki egy vételen állatot így bántani, így fejbe rúgni, tehát ez, én nem is tudom, mit gondolsz erről? Hát, amióta bucit örökbe fogadtam, azóta én nagyon szoros kapcsolatban vagyok az Anitáékkal és az állatvédőrséggel, azóta már még két kutyám van tőlük. Meg jó, csak kettőt akartál. Igen, kettőt szerettem volna, jött a buci, és ez így mindent megváltoztatott. Azóta volt ideglenes befogadó voltam, bebuktam egy kutyát tőlük, és most megint ideglenes befogadó vagyok, és erősen megint be fogom bukni ezt a kutyát. Úgyhogy most már öten vannak otthon, mint bull típusúak, én erre vagyok ráva. Nagyon-nagyon szeretem őket, és nagyon kihasználják őket sajnos. Nem. Ezt a kamerákat, minden kutyus ilyen érdeklődéssel fogadja. Igen, nagyon. Beilleszkedett könnyen egyébként a csapatba? Az első perctől kezdve. Nagyon pici volt, még 3-4 hónapos volt összesen. Az enyémek már nagyok voltak, szocializáltak, úgyhogy kb. 2 perc múlva a fejükről levett a nagyoknak. Hát ez olyan, ez egy bull-ovi. Igen, de tényleg igen. Milyen versenyeken vesztek részt? Agerpályára járunk. És ott futunk. Nagyon szép sikereket éltünk el idén, pont tegnap volt a szezonzár, ahol bekerült a klubba a profik közé, úgyhogy most már bekerült az elit csapatba idén. Az elit csapatba. Igen. Köszönjük szépen nektek, hogy eljöttetek, és örülünk, hogy Buci most már itt teljes életet él, és ilyen jól van, és jó társaságban van. Köszönjük szépen.